mindenféle köszöntés, meg külön köszönés nélkül elkezdjük a idekészült jelenetnek a ismertetését. Irodalmi értékű, magas irodalmi értékű jelenetről van szó, amely kifejezetten idekészült. Batira. Igen. Ahó! Ahó! Látta valaki Andy Berant? Valaki látta-e, hogy ide Berant? Itt vagyok, mondhatnám, hogy ragyogok, de éppen, hogy nem mondom eképpen, mert nem világítok lépten nyomon a sötétben. Inkább elbújtam a könyvek mögött, ez a saját irodalmi harcom. Meg kellett tennem, na, és mert nagy az arcom, választottam egy nagy regényt több kötetben, elbújtam az alá. Könyvesboltban vagyunk, esélyes, hogy magamra találjak a sorok között. Hallom ám, valaki a sarokból kiröhögött. Éva, ugye nem te nevetsz ki engem. Frusztrálna ám, ha kinevetne valaki a teremben. Arról volt szó. Titkoljuk ezerrel, hogy készültünk egy jelenettel. Ti meg már az elején megmutatkoztok. Leleplezitek magatokat, tán csak nem unatkoztok. Mondhatom, szép. Jó, hogy Zsuzsa rejtve van még. Hát bujkáltam, bár volt olyan, ki meglesett. Itt vagyok, ha érdeklődnétek felőlem. Hogy nem, de megesett, éppen lelepleződtem. Attila, szólj vagy, sziporkázz nagyot. Tereld el a figyelmüket, ne tudják, hogy meg vagyok. Az ember nem tarthatja titokban, ha tehetsége rengeteg. A mi félénkkel elfogultak ugyanis az emberek. Aki meg nem, arról azt is jó tudni, előbb-utóbb az is el fog fogulni. Bánt engem, ha valaki ennyire pozőr. Kösz. Ha lesz ízlés security, majd elvisz a jó ízlésőr. Vagyis a fátum kiszórja, aki a dőjfösség hibájába beleesett. Ha meg túl kivagyi, azt ezt a fátum jól megdőjfölli, ahogy az a Bélával is megesett. Bélástul együtt a hócipőm tele veled. Állandóan jössz ezzel, hogy a valamilyen Bélát te ismered. Tavaly Gézát, sorry, hogy megemlítem, találták ki, amikor egy Gézás sztorit megemlíten kitálaltál. Na szóval ez a mai lesz az évszázadnak a jelenete. Apát varasdol, akkora sikerünk volt, apádnak tapstól vöröslött, meg mindenkinek a tenyere. Olyan jól lement ez a pamflet celdömölkön, mindenki pamflet lebegett a felhőkön, persze aztán lejöttek a celdömölki felhőkről a szomszédos Adorján háza határába, de néhányan ott maradtak az élmény vasmarkába zárva. Aki teheti, az most is kapaszkodjon a ruhájába rajta. Már ha van ilyen öltözékféle rajta, ha úgy van itt, hogy nincs ruhája, semmi ilyet ne tegyen. Ha mesztelen, az pedig már majdnem illetlen. Ha mégis mesztelen, és mi nem vettük észre, kicsit cikis az ő testére nézve. Ha jók lesznek és figyelmesek, majd kisorsolok egy kötetet. De ha zajonganak, amint már hallom is innen balról, csak egy e-bookot tölthetnek le a torrent oldalról. Nekem bezzeg a laposabb szöveget szánta, te önző alak. Nem fogok itt végszavazni, hogy alaposan kiszolgáljalak. Cel, dömölk, meg apát, varasd. Csak te szövet szóvilágból csokrokat. Az én számba is adhatnál már ilyen szófordulatokat. Bezzeg, mikor összejövünk a hangjátékos társasággal szépen. Apropó, hallgatták már a műsorunkat a rádióban péntek délben? Persze, hogy hallották. Mármint a műsort. Mármint, hogy persze, mert pont tegnap szólt. Majd megtudja, mármint a közönség, hogy a munkásságunk minő kincs, mármint a hangjátékok. Hogy jövök ki, ebből fogalmam sincs. Azt hiszem, én most passzolok. Hiszen ez nagy dolog. A ripacskodás nélkül megmagyaráznád, az lenne csak trendi. Az élet színház, és színész mindenki. De te, Andy, nem tudnád egy kicsit önmagadat meghaladni? Nem kell minden korty pezsgőhöz kaviát kanalazni. Képletesen mondtam, néha több, ha kevesebb van. Múlékony a csillogás. Van, hogy csupán zsíros deszka hajmával a főfogás. Most, ha mondom, beleszel majd tolva. Figyeljetek, valamit még pluszban tudok róla. Elhozta az alvókáját, elvesztette út közben egy tócsában hever. A plüssnyuszi nélkül egy nagy semmi vagy, haver. Semmi vagy, csak felolvasni tudsz. Hiába vagy nagy darab, ebbe belebuksz. Korábban keljen fel, ki szekálni akar, és a felkelt korán feküdjön le hamar. A plüssnyuszimat elbuktam, és bánom, de van otthon egy plüssoroszlán, mától azzal játszom.
illetve a nyúl úr már csak alvás időben bújt velem az ágyba. A játékhoz idősnek tartott, idegesített egy férfi bájókással. Egy ivarérett férfi ne legyen takonypóc, vadasmarhában a hús legyen, ne a zsemlegombóc. Hagyjuk ezt a cikis hülyeséget, még tán lehúzod a műsort. Mutatkozz be, remélem írtál néhány bemutatkozó sort. Na de kérem, a világ is hol tartana egy bemutatkozást az emberfia, ha felolvasna. A nevem Andy Baron, és az alábbiakat felolvasom. Mi vagyunk a Mesztelen Ügynök szórakoztató irodalmi magazin. Ha a művészet egyfajta vár, hát mi itt állunk a falain. Több módon is jelen az irodalom birodalomban. Néha nyomtatottan és rendszeresen nyomjuk ott a rádióban. Kérdés? Van ide illőd? Kinek is lenne mersze? Jelszavunkon nem fog az idő, a bolondos humbug, a szarkazmus. Ja, a jelszó persze, kalandos, humoros, fantasztikus. Amikor hangjátékozunk, az de jó. Saját műveinket adjuk elő, ami nagy szó, mondhatom. Az ismétlések is szólnak a www.írjunk.hu honlapon. Aha. Mondjuk jelenetet, vagy legalább verset valamit gyorsan, mert ma éjjel a lelkem dinamitként robban. Ő. És a képzavarban is mennyire ül a helyén? Elkápráztatom a népet már a legelején. Néha jó a nézőket műhelytitkokba bevenni. Írjál jelenetfélét is, ahogy megbeszéltük, Andy, jó? Csillagközi űrkikötő várótermében, hiszen tegnap átküldtem e-mailben. Ja. Ez a címe.